Mi politikusok, vagy ha mondhatjuk a politikusok, a legtöbbször a demokráciát és általában ezt az egész problémakört valamiféle felülnézetből szemlélik. Én a magam részéről szeretném ezt alulnézetből is nézni, azoknak az embereknek a szemszögéből, akiket valójában képviselek, akik itt laknak velünk együtt, mindannyian, akik azokkal a napi gondokkal küzdenek, amelyekről jól tudjuk, mit jelentenek, hogy sárga csekket fizetünk-e be, ételt veszünk-e, villanyszámlát fizetünk-e, vagy pedig a gyereknek veszünk valami érdekesebbet, akár cipőt, akár ruhát. Ezek a gondok, ezek soha nem jelennek meg úgy, hogy akkor most gond van a demokráciával. Ezek a mindennapok gondjai. És a mindennapok gondjain a tapasztalat azt mutatja, az segít, ha van demokrácia. Magyarországon is jól megtanultuk, hogy a demokrácia előre haladtával, a demokrácia fejlődésével bizony a jólétünk is erősödött, és ez sajnos fordítva is igaz, amit az elmúlt két esztendőben látjuk. Ahogy szertefosztott a demokrácia, ahogy pusztultak el a demokratikus intézmények, ahogyan egyre inkább kiszolgáltatottabbá váltak az emberek, ahogy egyre inkább elveszítették a közösségek megtartó erejét, nos hát így lohat le az a viszonylagos jólét, amit korábban elértünk. Meggyőződéssel mondom, hogy a demokrácia az önmagában nem jó. A demokrácia önmagában nem rossz. A demokrácia csak annyit tud, demokratikus, azaz valahol mindannyiunk akaratát fejezi ki. Én úgy gondolom, hogy Magyarország akkor lesz újra virágzó ország, akkor lesz valamire való állam, akkor lesz büszke népnek a hazája, hogyha valamennyiünk véleménye egyformán számít. Na ezt hívják demokráciának.